A soproni gyermekotthon udvarán pakolják ki a teherautót, amelyben leginkább alapvető élelmiszerek vannak. A Coop Segély Alapítvány 3 éve működik, és eddig már 80 millió forinttal segítettek rászorulóknak, idén pedig a hátrányos helyzetű gyerekeket támogatják élelmiszerrel. Alapvetően az adományainknak a gerincét azok a Coop márka termékek képezik, amelyek hát tartós élelmiszerek, ebbe alapvető termékek, rizs, liszt, cukor és azok a dolgok, amelyek jó segítséget jelenthetnek, és hát azt nyilván ki kell hangsúlyoznom, hogy abból a termékkörből válogatjuk össze és állítjuk össze az adományainkat, amelyik a Coop márka termékek belül is jó minőségű. A megyében 160 különleges ellátást igénylő gyermek él győri és soproni intézetekben. A gyermekotthonok a 2 tonnányi adománnyal sokat spórolhatnak. Az adomány nagy segítséget jelent abban, hogy az egyébként szűkös anyagi forrásokat átcsoportosítsuk, és olyan dolgokra is jusson a gyerekeknek, amiben egyébként nem jutott volna a hétköznapokra. Ilyenek például a kirándulások, a nyaralások, könyvek vásárlása, videófilmek vásárlása, amikhez nem jutnánk hozzá egyébként a hétköznapokban. Az országos akció szakmai hátterét az Emberi Erőforrások Minisztériuma készítette elő. A Coop-pal közösen határoztuk meg azt a célcsoportot, akik ebből az adományból részesülhetnek, és a fő szempont az volt, hogy kik azok, akik leginkább rászorulnak, kik azok, akiknek leginkább szükségük van erre az adományra, és úgy találtuk, hogy a 21.500 szakellátásban élő gyermek közül az a mintegy 6.400 gyermek, aki különleges szükségletű. Tehát vagy tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy pedig harmadik életévét el nem ért, tehát kis gyerek csecsemőként, akinek leginkább szükségük van ilyenfajta támogatásra. A Coop Segély kamionja az ország minden megyébe eljutott, és összesen 73 tonna élelmiszert osztottak szét 15 millió forint értékben.